Tartozom egy vallomással. Imádom a bablevest. Igaz, hogy nehéz kaja, füstölt csülökkel aztán meg végképp, de hát ez van. Szeretjük. Úgyhogy most ezt csinálok. Ez most egy pápai húsos verzió, és én nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy fogom, és földolgozom. Pontosabban kamuznék, ha azt mondanám, hogy most dolgozom föl, ezt már tegnap megcsináltam. Ugyanis egyrészt kényelmes vagyok, másrészt meg lusta. Áztatom egy picit a csülköt azért, hogy az erősen sós íze azért kezdjen eltűnni belőle, majd ezt követően gyönyörűen, hát jó 3 óra alatt, de mondom stresszmentesen, puhára főztem. Fogtam, kivettem a főzőlevéből, a főzőlevét külön eltettem, meg a csülköt is, és ma reggel hozzáfogok a leves elkészítéséhez. Jó, pontosabban mégsem, mert hogy tegnap még egy dolgot csináltam, fogtam a babot, fehér babot használtam, lehet, hogy tarka babot is hozzá, 40 dekányi bab. Ez a kicsit több, mint 1,5 kilós csülökhöz nagyon bőven elég, mert ha megszívja magát, jóval több és jóval nagyobb lesz, úgyhogy ennyi. Ma reggel pedig irány a bableves, mert hogy pont délre lesz kész nagyjából a történet. Fogok jó nagy adag hagymát, egy 2 szép fejet apróra fölvágok, és zsíron, és csak és kizárólag zsíron elkezdem gyönyörűen dinsztelni, vagy picit pirítani is. Nagyjából 10 perc dinsztelést követően lehúzom a tűzről, teszek bele piros paprikát és fokhagymát, egy 2-3 fejet, zúzva, ezzel összekavarom, és mehet rá a sonkalé. Ez nem lesz sós, vagy nem annyira sós igazából, mint egyébként lehetett volna, a füstölt csülöknek eleve kevésbé sós, mint a sonka, más eljárással készül, másrészt meg ki is áztattam. Szóval a komplett egész csülök főzőlevet én visszaöntöm, vagy ráöntöm a megdinsztelt hagymára, összerottyantam egy picit, majd ezt követően megy bele a bab, és lefedve elkezdem főzni. Egészen addig, amíg a babunk megpuhul. Az utolsó fázisban egy picit még visszateszem majd bele a csülköt, hogy az újra erőre kapjon és életre keljen, és még egy dolgot felejtettem ki, még szintén a főzés elején megy bele babérlevél is. Mivel a csülök is, meg a csülök főzőleve is sós, ezért nagyon óvatosan kell bánnunk a sózással. Én majd a vége felé kezdem egy picit kóstolgatni, hogy kell-e korrigálni bármit is. Lehet, hogy kelleni fog, mert mondom, nem sonka főzőlével dolgozunk, de tényleg ez fontos. Figyeljünk oda, és csak óvatosan a végén állítsuk be a sósságát az egésznek. Amikor a babunk elkészült és megfőtt, és tényleg vajpó, ez nagyon sok mindentől függ egyébként, magának a babnak az állapotától, mennyire volt száraz, mennyire volt régi, mennyire sós a főzőlevünk, mert hogy én mondom, a füstölt csülök főzőlevében óhatatlan is ott van benne a sósság, meg a só, tehát egy kicsit lassítja a bab, meg a hüvelyesek megpuhulását, úgyhogy szépen megvárjuk, amíg teljesen vajpuha lesz. És ezt követően egy rántás, mert hogy ilyen divatú vagyok, de egy klasszikus, világos barna rántást csinálok, ez egy gyönyörűen berántom. És a végén kétféle módon lehet, vagy szeletelek hozzá a csülökből, vagy pedig kockára vágom, és azt így bedobom, teljesen mindegy. Az íze benne van, tudom hozzá is enni, jó étvágyat! Most erre mit mondjak? Imádom. Ha tetszett a videó, akkor légy szíves, adjatok egy lájkot, és ha akartok még ilyeneket, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, légy szíves, és tudni fogtok minden egyes új videóról, és ígérem, hogy garmadával önteni fogom rátok, és ha így lesz, akkor találkozunk még. Sziasztok!